A trófea szemle a vadászati kultúrának egy része, egy fázisa a vad iránti tiszteletadásnak, talán az utolsó fázisa. Ezt megelőzi ugye az elejtés után a töret, a kürtszó, a teríték, amik ugyan szűkebb körben zajlanak, csak azok vesznek részt, akik a vadászaton is részt vettek, a trófea szemlén pedig egy ilyen nagy közönség előtt többen mindjárt meg tudjuk nézni a vadászati szezonban elejtett trófeákat, kézzel foghatók, bírálhatók, nézegethetők, mindenki számára elérhető. Ezek a trófea szemlék nem csak a nyilvánosság előtt láthatók, hiszen különböző felületekre fölkerülnek, és ott a nagy közönség is láthatja, azok is, akik nem vadásznak, és ezzel talán segítünk abban, hogy a társadalmi elfogadásunk egy kicsit javuljon, hiszen ezen dolgozunk nagyon régóta. Ezek a bikák, pláne amik mögöttem vannak, nem tavaly születtek. Hosszú időszak az, aminek a termése előtt most itt állhatunk. Viszont, mint mindennek, az ünnepnapnak is vége van, és azt gondolom azért ilyenkor már a jövőbe is kell egy kicsikét tekinteni, a következő időszakra, a következő hónapokra, mert nem állhatunk meg túl hosszan. Következő időszakban is komoly munka van előttünk. Állományszabályozás, selejtezés. Gímről beszélünk, ami az országban jelenleg talán a legnagyobb konfliktus forrás a földhasználók és a vadászok között. Tényleg nagyon impozáns ez a látvány, mielőtt itt állunk, és őszintén kívánom, hogy sokszor állhassunk még ilyen látvány előtt, ilyen trófák előtt itt ezen a téren. Ehhez viszont az kell, hogy a következő hónapok feladatait is megfelelően és szakszerűen végezzük.